17. alkalommal rendezték meg a Romhányi József versmondó verseny Nagytétényben. A versenyen a kerületi általános iskolákból nevezhettek gyerekek 3. évfolyamtól a 8. korosztályig. Az előadásokat 5-tagú zsűri értékelte, melynek elnöke Romhányi Ágnes, Romhányi József lánya volt. Édesapám Romhányi József 40 éve halt meg. Nem sokára lesz a halála évfordulója májusban, és egészen fantasztikus, hogy az ifjú szívekben él, és hát változatlanul töretlen, azt hiszem, az iránta való szeretet. Rengeteg fiatal ismeri, tudja a verseit, és hát most így már a legkisebb generáció közül is nagyon sokan. Az elhangzott versek nem szűkölködtek az írótól megszokott nyelvtörő rímekben és leleményes szóviccekben, a gyerekek pedig sok esetben ugyanazokat a műveket választották. A zsűri döntéseknél nagyon komoly szerepet játszik az is, hogy nem csak az, hogy hangsúlyoz a gyerek, vagy belebotlik, vagy nem botlik bele, hanem átérzi-e a játékosságokat, üt-e a poén adott esetben. Szóval én azt hiszem, hogy ez vonzó a gyerekek számára. Noha ezek, hozzáteszem, nem feltétlenül gyerekversek. Van egy pár olyan dolog, az interjú a farkassal, vagy a tevefogásza, amit maguk a gyerekek gondolják, hogy az nekik való jobban mondható. Én azt hiszem, hogy bevaló célja is volt ezekkel a versekkel apámnak, hogy mindenkihez szóljon. A Rímhányó olyan szövegkönyvekkel, fordításokkal és versekkel ajándékozta meg a magyar kultúrát, amelyek több generációt nyűgöznek le mind a mai napig. Ám a Mézga család, a Frédi és Béni vagy a Rudas Matyi frappáns dialógusai úgy tűnik, hogy megismételtetlen alkotások maradnak. Nem tudom, hogy mi a titka. Senki nem tudja, hogy a művészetnek úgy általában mi a titka. Most mondhatnék ilyen nagy szavakat, hogy a zsenialitás, a nyelvérzék, a szavakkal való játékosságnak a képessége, ami hát egyfajta tehetség és rengeteg szorgalom. De hogy volna ilyen titka, úgynevezett megfejthető titka, azt nem hinném. A zsűri az összes kategóriában kiosztott első, második és harmadik helyért járó díjakat, de akik nem értek el helyezést, azok sem távoztak üres kézzel, hiszen nem